Nemes Gábort szólítom a pulpitusra, újra ismeretlen forrásokkal fogunk találkozni, két ismeretlen téveregisztrum, negyedik Krisztus pápa idejéből. Átadom a szót az előadónak. Idén május végén, június elején kutató csoport egy óvában egy különleges hadműveletet, itt az 5 napot sikerült kutatnunk a római gyűjteményeknél, és ennek az egyik eredménye az a mai előadásom. Egyik Sixtus pápa idejéből sikerült találkozni a római arkivisztátumban két ismeretlen téveregisztrumot. Ez a két téveregisztrum 1476-77, tehát a Sixtus pápának a hatodik pontfélatos évéről szól. A római arkivisztátum úgy vásárolta ezt a két kötetet, egyiket a londoni Sotheby's aukciós árverésén 70-ben, és két évvel később egy magán személytől vásárolta. A proveniencia a két regisztrumnak ismeretlen, a két kötetről író Rita Kozma, egy spanyol katalán család, Mendoza családhoz kötötte. Ezt abban tudnak módosítani, hogy egy francia könyvgyűjtőnek, Balthazar Alexandre de Gerent, Szent Márkiának a címe, rajzol címere van a köteteken, ez nem a regisztrumnak felütele, azért nem van a gondolkának szép fejű papírba, de ilyen címek van rajta, tehát valószínűleg 15 közepén Dél-Franciaországban volt a két réveregisztrum. Ilyen jó állapotúak, kevésség a posztály szerint a kedves kutatók. Röviden elmondanám, hogy mit tudunk a Brévéről. Ugye a Bréve tulajdonképpen egy olyan pápai iratforma, amely jellemzően diplomáciai, adminisztratív céllal jött létre, pedig azért, hogy a kancelláriánál gyorsabb és mindenkül kevesebb személyen átmenő irat legyen. A pápai titkárok állítottak ki ezeket a brévéket, a kamarában váltak is ügyetlenek, és különösen kiemelkedik közülük pápai házi magát, így a szekretáriusa Domestikus Indicus, a pápának a bizalmas levelezését intézte. Nevében is adódóan egy rövid, hosszúkás hártyára írott és vörös viaszpecsétbe, vörös viaszba nyomott pápai halálgyűrűvel testölték ezt az iratot. Három fajtája tűnhető el. A dekúrió, az eredeti tétetikus, amit később a házi titkár Judája állított ki, a többi titkártól teljesen külön. Jött itt egy kommune típus, tulajdonképpen mások is észrevették, hogy ez egy gyors és olcsó irat kiállítási mód. Az olcsóságnak főleg a szerzetesek, a gyorságnak pedig főleg magasabb rangú világ és egyéb személyek használták ki. Bejutottak a pápa egy kérvényt, és azt kikötötték, hogy ők Brévére szeretnék erre rá választ is nem bullába, így gyorsabban és olcsóbban megkapták erre a pápai engedélyt. Nagyon fontos, hogy szakadom a lehetőrendte egy tévedés, hogy a dekúria és a kommune típusú Brévék azok tematikájukban és a címzetek társadalmi rangjában nem különböznek, tehát nem jelenti azt, hogy a dekúria Brévékben jellemzően magasrangú személyek diplomáciai levelezésre található, és a kommune típusú Brévékben pedig főleg alacsonyrangú személyek szerepelnek. Mint látni fogjuk, a két megkülönböztetés, így a kiállítás ügymenet különbözőségére utalnak, tehát a dekúria Brévék Secretarius Domesticus tanizet állította ki, kommune típusú Brévék pedig titkárt kollégium állította ki. Kialakult egy másik kisebb iraptípusú Brévék szuplikázni intaklózát, voltak olyan kérvények, amiket szignálva pápai vicekancellár szignatúrájával küldtek vissza a kérvényezőnek, ehhez csatoltak egy kis utasítást a végrehajtó személynek. Ez egy nagyon rövid és tényleg sablonos Bréve szörnyű kommunikának egyik halt típusa lett. Megnövekedett a Brévéknek iránti igény, szabadult az irattermelés, 8. kényszerpápa létrehozta a Bréve titkárnak a kollégiumban 1487-ben, mert tulajdonképpen tényleg 8. kényszerpápa halálához kötik a Bréve típusnak kialakulását, a Brévének az a hőskora, a 8. kényszerpápa haláláig tart a
szerintem szerint, és 86. Sándor pápa pedig a Blade Scriptot, a Polyimat tanította meg, ez mutatja, hogy megnyílt az igény szintén erre az iratípusra. Blade Registry Box viszont nagyon kevés maradt meg, 8700 pápa haláláig mindössze 14 darab. A első legkorábbi második pápának idejéből maradt Blade Registry Box-on, Patrik Elvéter, Fotosi Szentzsó Palaira most dolgozta föl ezt a kötetet. Itt még az egyetlen év DQ és kommunikus végéig egyetlen kötetben elfértek. Egyedi Sixtus pápánál már szétvált a DQ és a kommunikusok révéknek a regisztrói. A DQ a típusok révéknél évi egy kötettel, a kommunikus révéknél pedig évi 2-3 kötettel lehet számolni. Jól látszik, hogy a két általam vizsgált kötet jól beilleszkedik ezeknek a sorába. Érdekes, hogy nem csak a Vatik Elvétárban, hanem Firenzében és Verbóliban is van egy rémelmisztrum, tehát itt más intézmények kutatása is előtérben fog lépni. 8. Ince pápa idejéből sem vannak túl sok, itt is mindössze 5 kötet vagy rémelmisztrum vannak fel. Tehát ebből ez mutatja, hogy ez a két kötet milyen nagyon nagy mértékben megnöveli a rémelmisztrum. Vita az zajlott régen szakadalomban, hogy vajon 14 maradt fönn, de mennyi időből maradt fönn ez a 14, milyen pusztulásnak az aránya. A Vatikáni Levéltár neves kutatója Kállához Fink azt mondta, 1420-21 körül már regisztrálhattak BV-ket, azt mondta, hogy 8-200 halálévén 200 réve regisztrum maradt ott fönn. A belga Bencés, Devitte és az itáliai Gemmel Ugaldó azt mondták, hogy másik pálpába idején kezdődött a regisztrálás Leonardo Status szekretáriusszal, és ők azt mondták, hogy nem létezik, hogy ennyi elpusztulhatott, egy rémész elpusztulhatott, ők gyakorlatilag a pusztulás mértékét évként fogták fel. Thomas Franz Passoli paleográfus professzor azt mondta, hogy kompromisszumot kell kötni a két álláspont között. Pusztulás mértéke nem bizonyíték, pont a Norbiát is említett rota processzusok bizonyítják, több ezer rota processzus lehetett, amitől néhány tucat maradt meg. És azt mondta Ferenc, hogy valószínűleg kevesebb River Registrum készült, mint amit előadóit tippeltek. Azt mondta Ferenc, hogy nagyjából a River Registrum 75%-a pusztult el, valószínűleg a nagy része a szakadémonban idején. Hogy a Mátyáskori prévik ugye nem ismertenek azért a magyar számára, a Cseles Márton is kutatta Koller József Augustin Deiner, és a Técsén Sörhely Gyula nem csak a Vatikán Egyetem, hanem a Firenzében is kutatta ezeket a Breve regisztrumokat. Igen, viszont csak azokat adta ki, amiknek ugye címzetje Mátyás király volt, a többi azért még kiadásra vár. Breve regisztrumok jelentős része az Osztás Levétel Vitott Végvideményében kutatás rendelkezésére áll, Ekkolás Péter kívül ez a törvény 80-as évek közepén. Nézzük, ez a két réve regisztrum, tulajdonképpen miket tartalmaz, az előbb fogok kicsit magyarázni. 16 évig találtam a két kötetben, nagyjából egyáltalán eloszolva. A laikus címzettek túlnyomó többségét maga az uralkodó teszi ki, és a kelikus sokait is szinte kétharmadát főpapok. Itt a Gabrielnek Rangoni egyik püspök, aki a pápa legátus is volt, ez indokolja a nagyobb részt, hogy a legtöbb révét neki címezték, tehát itt a kapcsolat és az ágépüspök is mutatja, hogy a hibásnak közvélekedést a kommunikus révét között a tebzetben magasnak személy. Nézzük, hogy milyen típusú források vannak. Hát, klasszikus bulleregisztrumokban számtalanszor előforduló ügy, amikor a adott püspök paraszt tesz, hogy bizony az egyház megyéjét károk érik. Itt Leonardo Chiavegato Armén püspök paraszkodik, hogy Kobbevi János gróf és Franek a Zsigmond özvegye Ilona a tizedeket hatalmasul elfoglalta. Ilyet bepanaszolni két szomszéd püspököt, akik hát elfoglalták az egyház megyéjük egy részét. Halkányedzenek, hogy se az Arbe, se a Dóla, se a Korek püspök, nem tartozott a másik, mindhárom Itáliában voltak, úgyhogy valószínűleg ezekben a műveletekben a vikáriuség és a egyházmegyéknek a hadműszentélője vett részt. Jóval érdekesen, hogy ígérkezik Marócsai Balázs,
Budapesten egy zágrábi kapnak az esete. Az Orsi Balázs azt szuplikálta negyedik Sextus pápának, hogy jól lehet, hogy nincs felszentelve a nagyobb rendekre, de szeretne mégis felszólalni a kápa ülésein, tanácskozásokon és pecsétre is jelen lenni, és minden jövedelmet, javadalmat, és a pecsétre csak pénzből is szeretne részesedni. Mielőtt az zágrábi kápán egy ezt megtiltotta, megengedte neki a bullában negyedik Sextus, viszont a káptalan ezt a bullát nem hirdette ki, és megfogadta meg a mellőzőnek a hirdetését, és ez hívta életre ezt két bullát, a káptalannak és a püspöknek írta a pápa, hogy tessék, ezt érvényt szeretnél ennek az iratnak. Marosi Balázsról azért tudunk egy csomást, azt, hogy Károlyi doktor volt, padovai egyetemjárása igazolt, 20 évig volt főesperes, és humanista műveltségét és jó ízését bizonyítja az Atlantica stílusú sírköve. Hát azt hinnénk el ezekből, hogy a székes káptalannak egy megbecsült és aktív tagja volt. Ráadásul Köblös Gyurgyi és Ferenc Tamás kutatásából tudjuk, hogy a késő középkori káptalanok létszámának legalább a negyedét alacsonyabb alsóbrendekre felszentelt harmadokok adják, és a Győri káptalant megvizsgálva, hogy 7 harmadokat találtam ki, már kazanoként lettek pappán szentelve. Egyikőjük tevékenységében sem látszott bármilyen akadályozó tényező az alsó rendeknek a felszentelés. Gondoljuk azt, hogy ő lesznek Zágráb, Zágráb biztosan másképp volt, de Zágráb megvan a statutumban, igaz, hogy 11. századig volt, viszont csak annyi szerepel, hogy pappá szentelt kanonok nem szólalhat föl káptalani ülésen. És itt hívtam segítséget Norbi által egy kiadott kis esetet, hogy a pozsonyi társaskáptal megkérdezte ezt a új káptalant, hogy kisebb rendekre szentek kanonoknak mik a jogai, és Vizadomi Máté bizony azt írta, ami Marocsai Balázsnál is előjön, hogy alacsony rendekre felszentelt kanonok nem mehet részt az üléseken, nem szólalhat föl, pecsételésen nem lehet jelen, és pecsétel és pénzből sem részt jött. Hát viszont megengedőleg azt mondták, hogy bármi más jövedelmet, ha jelen van, akkor bíznak. Azt jelenti, hogy Marocsai Balázs esetében példátlan szigor alkalmazott az zágrábi káptalan, amire nem nagyon találtam eddig példát, hogy itt személyes konfliktus szerepet esetleg a káptalan szándékosan próbálta meg esetleg Marocsai Balázst ellehetetleníteni, vagy tényleg volt valami olyan statútum, hogy olyan szándék, akár a káptalan, akár a püspök részéről, hogy kicsit megszigorítsa a pappá szentelés kritériumot egy a tanulók részére, ezek továbbmutatásokat igényel. Elég fontos szerzetesek is ezeket a bullákban, a dobókosok panaszkodnak, hogy lenképezni meg a takadályozzák, egy kancsai érsőknek ír a pápa, semmi hatása nem volt bele, egy évvel később a szélső dolgosok úgy mentek az ügyben fordulóan a pápához. Láthat előkerül ugye a csuti is, még a remontré monostoroknak a hálós kézdomó változása, ugye a pápa megbízza rangolni püspököt, vizitálja a két monostort. Érdekes, hogy ez a lény magyar aztán is ismert, viszont egy 1980-ban egy bullával átírt formából, ami szintén a Vatikáni regisztrumban van meg, hát tulajdonképpen ezt a magyar kutatás aztán David eddig másolatban, amit elismerte. Nem csak szerzetes rendekre, hanem egyéb illatokra is találunk szép példákat. Két galambszenvedélyi bencéshez szóló névét találtam. Széchenyi Mihály F. János, belül vagyok, 10 éves korában pedig a Ferences rendben, nyilván a Széchenyiben, a rendházban. Fogadóan mellett elhagyta, és aztán kiután a bencéseknél között vitt, és szeretne ugye ott valami továbbra is. Patacs András egy Bertalan a pécsi gyomokosoknál volt, ő azt mondta, hogy kínzó fejfájása, egy nyugodalmasabb és kevésbé aktív életmódot kíván, teljesen meg is engedte neki, hogy más szentesben keressen, kivéve a bencéseket, de ő mégis a bencéseket választotta, hogy bencéseket is tudnak érteni. És valószínűleg emiatt kell egy Pécsből, hisz Garamszemberkig szabadja, hogy elrejtőzzön a pécsi tombos felé valami erről, és Garamszemberkig lépett be a bencésen monostorába. Ugye a szakirodalom már átlásának a tény, a 15. század, a kodorendek töretlen fejlődése, valószínűleg csinálták válsága, hogy mégis egy ilyen szembefordulóban találkozunk. Pálosok, kodorendiek nem nagy számban, de még egy másfél tucatnyi példát is pedig akarnak átvenni a bencés rendbe, hogy mi lett itt a motiváció, hogy monasztikus ideához való vonzódást, nem tetszett nekik kodorendek, meg az életmódja inkább a visszavonultabb, szemlélődő életmódot szerették, a jó életkörülményt esetleg, a bencések
jobb körülmények között tartott megszületettséget, vagy egyesületet. Karrier lehetőségek, nem nehéz erre választani, valószínűleg soha nem fogunk tudni, de mindenki érdemes lenne, hogy valósan tudjuk megcsinálni ezt a érdekes folyamatot. Ezen is a szerzőké szent év volt, egy szentévi búcsú került el, ugye Szóvák tanárkutatásban tudjuk, hogy 1420 óta rendszeresen török által támogató területekre kaptak szentévi búcsukat. Itt Nikolaus Makirenzis Bodrogi püspök kapott Bodrogi Székesegyházra egy búcsút. Ugye Nikolaus Makirenzis pápai diplomataként Mátyás udvarában forgolódott, de aztán később Itáliába ment és soha nem is tért vissza Bodrogira. Ugye azt tudjuk, hogy Modus egy hitel nyitott egyházmegye volt, korban még püspöki széken tették át, és itt tulajdonképpen az ostemiei csodás Szűz Mária egyházról van szó, ugye állította ki ezt a szuplikációt, a Frangepán Bernát a búcsú elhelyezését kéri, és én találtam rá később révét, Zóli várban helyezik ezt a búcsút, mind a török támadások miatt, tehát úgy tűnik, hogy 1977 után a Modusi Székesegyház és az egyházmegye török támadásai jogosan igényelték azt, hogy a szentévi búcsút helybe tartsák meg. Egyébként Nikolaus Makirenzis Modusi püspök ugye Itáliában szép karriert futott be, Spoleto tudja és amennyi a kormányzója volt, erre találtam egy két adatot, ezt is kigyűjtöttem, de ezt nem szerepeltetem ezt a Hungarinán között. Két tartozásról is van szó. Az egyik Barázda Péter pozsonyi prépost 300 forintot kölcsönkapott Johannes Angelopoulostól, amit az életőnek nem kapott vissza, és az Angelopoulos kérte a pápát, hogy eljön közben, hogy ezt a pénzt szeretné visszakapni. Johannes Angelopoulos ugye Vesszálió bíboros barátjaként, a neoklasszicizmus atyaként, nagy professzoraként Firenzében egy jelentős személyiség volt, majd a kapcsolatai igazolhatók, János Panagyus többször fölkeresett, a csodálója volt, sőt Májtyeskén meg is hívta Magyarországon, de inkább Rómában ment, de negyedik Sixtus pápa hívására, akivel ő ismeretársak voltak. Örezne Péter is tudjuk, hogy Firenzében volt, az 168, 69 és 71 között, azt is tudjuk, hogy nagyszámú kódexet rendelt meg, az itt arról is van info, hogy ő négy kódexet maga rendelt meg, hát az rendelt Jánosnak, van a visszatelész, három kódexet és egy Herodotus Panoniusnak, nem gyerekért kölcsön. 300 forint az nem kevés pénz. Sok minden, ugye Rióta tudjuk, hogy sok mindenre lehet költeni a pénzt, de azért ennyi azért nem tudja. Tehát lehet, hogy a Kulosz Jebus Padomus barátjának szánt kódex adott egy kicsit kölcsön, amit aztán soha nem adott vissza. Egyébként 400 forint volt az éves fizetése a Kulosznak. 9 évet azért futotta ezek a kölcsönökre. Hasonlóképpen járt Kelemen fia Imre, Bosznyai Prépost és Mihály Páci főesperes, ők a Menics és Páci kereskedőházaknál adósodtak el. Kislettek szépen közösít vannak regye és mondja szerint. Azonban a pápai préve hasztalan volt, mert egy évvel később lett még egy ugyanilyen témájú pápai préve, ez ismert másolatokban, formájában magyarországi gyűjteményekben felmaradt. A kiadásban viszont rosszul szerepel, a Mihály Tévesen bácsi hanodoknak nevezi, ami az OSK másolatnak a hibája. Tehát ő ténylegesen valószínűleg Mihály Szigetvény fősperes, aki egyszer jelenik meg forrásokat egy évvel később, tehát valószínűleg ő lehet. Kelemen fia, Imre Bosznyai Prépost Mátyás diplomatájaként biztonságképpen közismert, hogy mire költötték ezt a pénzt megélhetésre, vagy kamarai tagságra, a Kelemen fia Imre elég sokat járt a kamarában, hogy intézésre, annál tehát fizetni, lehet, hogy egy ilyen ügy miatt maradt adós a két bankháznál. Fönnmaradt egy ajánlólevél, amit azt várnak, hogy egy új típusú lével, de mégis hogy két ajánlólevél fönnmaradt. Egyiknek a címzete Mihály D. valami. Szépen kívánok, hogy a gyalogdalomban ugye várni. És azt várnak, hogy Mihály Pécsi olvasókanalok. Most az a probléma, hogy 1972-71 között nincsen hírünk olvasókanalokról, utána Barázda Péter lett, akit pedig erről említettem. Pedes Tamás követét megnéztem, egyetlen Mihály nevű kronokon sem passzol, úgyhogy nem hívjuk, hogy egyszer rájövünk, hogy ki lehet ez a Pécsi Jogsukadalok, vagy egyszer nem írás is másról van szó, de ez kikérdezi, ez az elég lehet, hogy nehéz lenne leírni. A másik velencei polgár, akit pápai valamilyen nagybátyja ajánl, a magyar uralkodó, és kb. Rangoni szolgálatában,
Nem nagyon tudtam azonosítani egyiket, se egy tippet betettem Alvíze, valóban a Velencei polgári Árvai püspök lehet esetleg is meg ő lehet talán, illetve erre a Pápi Konvénésre is Ferenc repertoárjában találtam egy adatot. Lehet, hogy ők, lehet, hogy nem ezek az adatutásokat igényel, ezek igazából csak az első tippek. Hát volt egy plusz adat, hogy megörültem neki, hogy a királyhoz szóló Préda, ami olvasó közben elbizonytalanodtam, mert arról szó, hogy Salisbury dékánság megörült, mert James Goldwell Norvicsi püspöki székre került, és egy Stefan Nagyit kellett volna a magyar királynak belehelyezni a dékánságba, aki bíboros minálom érsek volt. És gondolkodtam, hogy a Mátyás ugye tudnám közben járni, hogy az olasz bíboros megkapja egy angliai dékánságot, és aztán utána a Préda után van egy hozzáfűzés, hogy a Gentleman részének is írni kell egy levelet, de a király meggyőzze, hogy ezt a kiváló javadalmat hát, megnyerje. Ez a derék íboros. Hát nyilvánvaló itt egy másolás hiba lehet, régi Anglé helyett régi Hungária szerepelt, az hiszem az utolsó történet pillanat, amikor Rómánból nézve Angliát és Magyarországot felé csökkent. Rendes Gábor olyan kutatásokról számolt be nekünk, amelyek szinte most jöttek ki a kemencéből, frissek és rópogósak még. Számos kérdést fölvetett ezek kapcsán, és ezek a kérdések persze majd még megválaszolásra várnak. Ismerjük Gábornak a téve kiadványát, nyilván ezek szervesen fogják kiegészíteni ezeket az újonnan töltött tévék a korábbi forrás csoportnak a köré.